a felállás igazán csak pár éve létezik. Előtte más felállásban létezett a zenekar, de több tagcsere volt, végülis most állt így egyé, és most találtuk meg úgy igazán ezt a stílust. Mi ketten voltunk, akik nagyjából ezt így elindították még jó rég, és hát aztán született két kislemez, aztán egy nagy lemez Celluloid címmel, ami még 2008-ban jelent meg, és hát azon a lemezen még több dobos játszott, és hát meg szenvedtük ezeket a dobos cseréket, illetve basszusgitáros fronton is voltak cserék, de most azt hiszem, hogy megtaláltunk egy olyan utat, ami ugye instrumentális zenét játszunk, ez mondjuk, hogyha be akarnánk skatujázni a zenénket, akkor ez egy ilyen instrumentális, progresszív pop muzsika, ami elég furán hangzik, és ez talán magyarázatra szorulhat, de nem biztos. Ugye itt nem arról van szó, hogy van egy énekes, aki ott van elől, és ő egy szócső, vannak szövegek, meg egy dallamvilág, amit a zenekar lekísér, hanem itt arról van szó, hogy négy zenész valahogy próbál egy teret kitölteni, próbál valamilyen olyan hangulatokat teremteni, ami nem feltétlenül az energia átadásról szól, hogy egy koncerten mindenki táncoljon, és milyen dögös legyen a buli, tehát nem feltétlenül ez a szórakoztatóipari rész, hanem tényleg valahogy a hangulatteremtés, érzetek, érzéseknek a megjelenítése a zenében, és erre egy nagyon izgalmas út ez az instrumentális vonal. Nem az a cél, hogy így színpad, és hogy mindenképpen így más is meghallja, hanem az csak a következménye annak, hogy valamit itt csinálsz. És ha már valamit csinálsz, akkor azt úgy próbáld tanulni, odafigyelni, érezd magad jól. Én igazából ennyit szeretnék mondani, gyerekek. Nagyon sokan régebben ilyen filmzenés muzsikának titulálták a zenénket, talán nem véletlenül. És nem tudom, hogy ez most így az évek során ez így mennyire változott meg. Most ugye ide jött ki az új lemez, ennek már On Air a címe, és ezt már mi ebben a felállásban készítettük el. Azt gondolom, hogy ez számomra azért inkább egy olyan filmzene, film nélkül, nyilván az instrumentális jellegéből adódóan is, hogy aki hallgatja, az nagyon sok mindent hozzá tud rakni, akár képeket, de akár dallamokat is. Nem tudom, nyilván nem mindent játszunk el, és nem is ez a cél. Pont azért, hogy legyenek azok a terek a hallgatónak, hogy el tudjon benne merülni. Odafigyelő zenének gondolom, tehát nem egy ilyen lévzene, háttérzene, hanem hogyha az ember egy picit megadja a lehetőséget annak, hogy el tudjon benne merülni, akkor tényleg mi hangulatokat keresgélünk, és nem feltétlenül energiákat, bár most azért az új lemezen elég erőteljesen az is jelen van.